2012-es Tatabánya Rallin. Mesélj egy kicsit, Krisztián, így 4 év után milyen volt ismét autóban? Megmondom, az őszintén nagyon furcsa volt, hiszen egy az, hogy nagyon rég ültem autóba, a másik meg, hogy teljesen megváltoztak az autók, mióta én mentem. Ezek sokkal erősebbek és sokkal dinamikusabb autók, teljesen más vezetést igényelnek, mint a régi autóink voltak. R4-es az autó? Ez nem, ez egy sima R4-es autó. Hát itt vissza van butítva egy kicsit, de tökéletesen működött végig a szerződés. Megoldottak mindent, amit tudtak. Ez egy egyszerű alkalom, vagy ne talán az év közben többször is láthatunk téged versenyen? Én nagyon remélem, hogy igen, de majd meglátjuk, hogy engedi az időm, hiszen ez az autó menni fog első osztályba, és az a fontosabb nekünk, hogy az autó jól működjön ott. Hogy érezted magad az autóban? Eleinte nagyon furcsa volt, most már a végére pont elkezdtem belemelegedni. Hát most még kibírtam volna még egy nap versenyzést. Nagyon szépen köszönöm, örülünk, hogy ismét láthattunk valami mögött, és reméljük, minél hamarabb látunk ismét. Én is remélem. Köszönöm.